Sziasztok! A mai videóban elmesélem nektek, hogy milyen volt a balatoni kirándulásunk két kutyával. Ez most egy kutyás program volt, hiszen Fonyódra mentünk, főként a kutyás strand véget, és így előjáróban elmondanám, hogy nagyon szuper élmény volt. Remélem, hogy titeket is érdekel a videó, és tartsatok velem! Szombaton mentünk, így gyorsan megálltunk a piacnál körbenézni, hát ha van valamilyen finomság, és szomorúan tapasztaltam, hogy a kisállatvásár még mindig üzemel, és nem szűnt meg. Ez nagyon szomorú, hiszen rengeteg kutya kint van, tűző napon, és hát tudjátok, hogy ez milyen. És ami ebben a legrosszabb, hogy rengeteg buta ember van, nézzétek meg, ott nézegetik az állatokat, és egyik se tapasztalja azt, hogy ez milyen rossz, és mennyire nem jó dolog szaporítótól vásárolni. Na, itt pedig már megérkeztünk a kutyás strandra, szerencsére jó meleg volt, találtunk parkolóhelyet is, és sétáltunk is befelé. A belépőre pontosan nem emlékszek, de ilyen 5-600 forintba kerül kutya, illetve embereknek is a belépés. Egy rossz dolgot tapasztaltunk, hogy nincsen átöltöző fülke, csak a WC-ben lehet öltözni, ami egy kicsit nehézkes, de egyébként nagyon szuper ez a hely, és nagyon nagy, úgyhogy nagyon jól el lehetett férni. És ami véget jöttünk, az az volt főként, hogy kipróbáljuk Merlinnek az új kis cápás mentő mellényit, amit már mutattam az előző videóban. Itt fel is adtam rá, még nem is tudta elképzelni, hogy mi fog rá várni, de nagyon szépen hagyta, hogy felöltöztessem, és mindenki megnézte a kis mentő mellényébe, ahogy futkosott a kutyák között. Nagyon sokan voltak egyébként a strandon, de ennek ellenére teljesen jól el lehetett férni, futkostak a kutyák, jöttek, mentek, vitték egymás játékait, nagyon vicces volt. Van büfé is itt a kutyás strandon, szóval még kaját sem muszáj vinni, illetve lehet venni különféle játékokat is nekik. Egy kicsit be kell állítanom, szerintem. Na és itt pedig már meg is indulunk le a vízhez. Lehet bemenni rendes lépcsős részen is, illetve van kialakítva egy ilyen, hát nem mondanám homokosnak, mert kagylós partszakasz, ott simán be lehet vinni a kutyákat, sokkal kényelmesebb, viszont azt javaslom, hogy vízicipőt használjatok, mert azért elég sok az apró kis kagyló. Merlin egyébként nem egy vízipocok, de azért igyekeztünk, hogy jó élmény legyen neki ez az egész fürdés. A vízre azt mondanám inkább, hogy ilyen közepesen gyorsan mélyül, azért nem lehet annyira sokáig besétálni, de szerintem pont elegendő ahhoz, hogy a kutyák tudjanak játszani. Kifele mennyi. Köszönjük. Megbátorodott. Thank you.
kutyás strandon rengeteg új barátot szerzett Merlin, utána pedig elfoglaltuk a szállást, ami a Hotel Dam volt, nagyon szép, illetve nagyon rendezett körülmények között tudtunk egy éjszakát aludni, ez volt a szobánk, nézzétek meg, hogy kis picike, de nagyon szép. A kilátás pedig a Balatonra nyílott. Ez a szállás kutyabarát, 5000 forint per éjszaka áron lehetnek itt a kutyusok, és le is lehet vinni őket a Balatonhoz, tehát itt is lehet őket fürdetni. Ez pedig egy kis wellness részlege a szállodának, amint megnéztünk, ugyancsak egy napot voltunk, így olyan nagyon nem tudtuk kihasználni, de azért minden medencébe gyorsan belementünk, habár inkább a Balatonba akartunk fürdeni, hiszen ugye kutyás programot szerveztünk, és azért a wellness részre mégse lehet kutyát levinni. Lehetett bérelni szapot is, 3000 forint per óra díjon, amit mindenképpen ki akartunk próbálni, hiszen a kutyákat fel lehet rá rakni, és sokkal kényelmesebben tudnak nézegetni, hogy nem kell folyamatosan bent lenniük a vízben. Természetesen itt is felraktam Merlinre a biztonsági mentő mellénykéjét, hiszen ha beleesik a vízbe, jó, hogyha itt van. És itt pedig meg is indul a szapos kaland, amit Merlin nagyon élvezett, hiszen így sokkal kényelmesebben tudta figyelni a fürdőzőket, illetve mindent, ami körülötte történt. Na és persze, mi is most először próbáltunk ilyet, szóval nekünk is nagy élmény volt. Állítsd meg! Szegény, kicsit be van szarva! Tomi! Hát evezni kell. Nem kell teljesen beratni a lapátot. Csak tedd bele. De csak tedd bele. Úgy. Ez a fordulás. Azt nyomod, azzal megtartod. Thank you.
még annyira. Várlin, várja! Sajnos estére megérkezett az ígért rossz idő, ideértek a felhők, elkezdett fújni a szél, és ki kellettünk jönni már a Balatonból, elkezdtük nagyon hullámozni, és megérkezett az eső is, úgyhogy innétől kezdve már csak nézegetni lehetett a vizet. Idáig futottam, mert elkezdett szakadni az eső. Hú, elég kapok ezeket. Itt pedig már autóba pattantunk, és elmentünk vacsorázni egyet, ahol nagyon finomat sikerült választani. Ezt ettük, nagyon-nagyon finom volt minden, legközelebb is biztos idejönnénk, illetve a szállást is bárkinek szívesen merem ajánlani. Amire végeztünk a vacsorával, elment a vihar is, így volt lehetőségünk egy kicsit sétálgatni és körbenézni. Másnap reggel már tudtuk sajnos, hogy nem lesz jó időnk, de azért bíztunk benne, hogy nem fog folyamatosan esni az eső. Sajnos ez nem így történt, nagyon fújt a szél, és pillanatokon belül elkezdett szakadni az eső is, úgyhogy szomorú búcsút vettünk a Balatontól, és elindultunk egy reggeli után hazafele. Hát ennek a balatoni kirándulásnak itt a vége, sajnos nagyon rossz idő lett, esik az eső, és le is ült. Szóval most már ilyen pulcsiba vagyok, és rohadtul nem illik ez alá, de mindegy, ez van csak itt. Köszönöm, hogy túltottak a videóban, nagyon jól éreztük magunkat, a kutyás rand az elképesztően szuper volt, illetve ez a kis szálloda is nagyon aranyos, úgyhogy csak ajánlani tudom, még biztosan fogunk jönni, hiszen a külön strandja az nagyon szuper, és ezt nagyon élveztük. Köszönöm, ha itt voltatok a videóban, találkozunk nem sokára. Sziasztok!